Sziasztok! Kaptam egy nagyon fontos tanítást, amit úgy érzem, hogy meg kell osszak veletek, kedves utitársak. Annál is inkább, hogy elképzelhető, hogy még más is magára fog ismerni ebben a tanításban. A tanítás három részben jött hozzám. Három különböző megközelítéssel, háromféleképpen, ugye háromféleképpen jött a tanítás. Az első az volt, amikor egy kedves barátom azt mondta, hogy látott engemet álmában. És azt látta, hogy egy aluljáróban vagyok valahol, és beszélek Isten országáról, Jézus evangéliumáról az embereknek. És véletlenül a telefonomnak a kamerája bekapcsolva maradt, és a barátom látta azt, hogy nagyon drága ruha van rajtam. Tehát nem ilyen öltöny meg nyakkendő, hanem ilyen lazább ruha, tehát ilyen, hogy mondjam, ilyen hippisebb ruha, de drága farmer, meg drága cipő, meg ilyen hosszú rasztás hajam volt. És kapott egy másik álomképet is, ehhez az álomképhez, ahol azt látta, hogy az a haj, amilyen volt nekem, olyan haja volt még valaki másnak is. És az a személy, egy nőnemű személy, egy másik nőnemű személlyel kezdett paráználkodni. Tehát meg volt mutatva abban az álomban, hogy annak a hajnak, annak a hajviseletnek, és annak a holminak, ami van rajtam, annak a drága holminak, ami ugye mellesleg ilyen hippisebb öltözék volt, annak mindenképpen köze van a paráznasághoz. Amikor nekem elmondta ezt az álmot, én úgy éreztem, tehát úgy vádolva éreztem magamat, nem a barátom által, mert tudtam, hogy ő nem érti, ő csak kapta ezt az álmot, és nekem ő elmondta, ő nem akart semmiképpen sem megvádolni engemet. De úgy éreztem, hogy ez az álom üzenet nekem, és nem a barátomtól, hanem személyesen a mindenható Istentől. Csak úgy általa próbálja felhívni a figyelmemet valamire. És a következő kép, amit kaptam, egy másik barátom, aki felhív telefonon és elmondja, hogy velem álmodott. És ezen a ponton már kezdett nekem betelni a hócipőm az álmokkal, mások álmaival, s főképp azok az álmokkal, amelyek rólam szólnak. Hagyjatok engemet békén, hát van nekem Isten, aki engemet tanítson. És ez így is van, és tanít is. Különféleképpen, különbözőképpen, ugye, különböző képeken tanít minket Isten. Sokféle képet felhasznál Isten, hogy tanítson minket. A második álom az arról szólt, hogy a barátom bemutatott nekem egy kedves hölgyet. De nem arra a célra, hogy megismerjük, vagy hogy összejöjjünk egymással, úgymond. Tehát, hogy összemelegedjünk egymással fizikailag. Hanem csak, hogy ismerjük meg egymást, ugye. És én erre úgy válaszoltam, hogy megfogtam azt a lányt, és akarat ellenére megcsókoltam. És ráadásul ez a lány is meg volt botránkozva, hogy tehettem ilyent. És a következő kép az volt, hogy azt látta a barátom, hogy én evel a lányjal összejöttem, és teljesen boldogok vagyunk egymással. És éreztem, hogy ez megint rólam szól, vagyis
annak a lehetősége is felmerült bennem, hogy nem kéne figyeljek senkire, sem rá, sem a másikra, sem egyikre, egyikre sem. Viszont ma, amikor elkezdtem ezt a felvételt, a karácsonyi depresszió felvételt, azt megelőzte számomra egy olyan depressziós állapot, egy olyan hangulat, ami által engemet Isten próbált ráhangolni erre a témára. Próbált engemet behelyezni azoknak a helyzetébe, akik most éppen depressziósak. Hogy tudjam átérezni a fájdalmukat, a szenvedésüket, amelyet valamilyen mértékben én is tapasztaltam mellesleg. Tehát Isten azt akarta, hogy ha én erről a témáról beszélek, fel fogom venni ezt a témát, akkor őszintén szóljak. Szinte őként szóljak. Őszintén. Szinte őként szóljak. Tehát szinte Istenből szóljak, ahogy Pál apostol mondja. És én erre azt csináltam, hogy felhívtam egy másik barátomat, hogy ketten beszéljük meg ezt a témát. Isten nekem adta, hogy ezt én erről beszéljek, ugye, mutassam meg azt, amit látok, amit láthatok az embertársaimnak. De én ugye gyorsan mentem is, felhívtam egy másik barátomat, hogy ketten beszéljük meg ezt a témát. Ketten vegyük fel ezt a témát. És amikor felhívtam őt telefonon, akkor egyből nem vágtunk bele ebbe a témába, hanem ilyen locspocs, ilyen duma, meg olyan téma, kicsi poén, meg minden, ugye. És a lényeg az, hogy én kijöttem abból az állapotból, amiben voltam korábban, amelyik állapotból én kellett volna szóljak, és elkészítsem ezt a felvételt. És bekerültem egy olyan állapotba, amilyet látott a kedves barátom álmában. Ilyen teljesen laza voltam, ilyen hippi, ugye, vagány srác, vagány farmer rajta, hosszú haj, ugye, rasztahaj, meg minden. Tehát, hogy beszélek Isten országáról, de a kép teljesen más mutat. És ezen a ponton, tehát nekifogtunk, hogy vegyük fel ezt a témát, és nem ment, egyszerűen nem ment. Nem tudtam beszélni. Nem jöttek a szavak, és úgy éreztem, hogy erőtlen minden. Nincs értelme erről beszélni, ez hazugság. Bármit mondanék, az hazugság. Hazugság lesz. És nem értettem, hogy mitől van ez. Mi az oka ennek. És már ugye kezdtem volna megint vádolni a telefonomat, a technikát, a barátomat, mindenkit vádoltam volna magamon kívül, persze. És akkor megértettem, Isten megmutatta nekem, hogy ez annak köszönhető, hogy nem tudok beszélni, hogy nem voltam hűséges hozzá. Nem voltam hűséges ahhoz az állapothoz, amit ő nekem adott, amivel engemet felkészített arra, hogy beszéljek erről nagyon súlyos témáról. És azáltal, hogy én kijöttem abból az állapotból, úgymond én hűtlenné váltam. És az egész felvétel, amit én elkészítettem volna, az egy ilyen unalmas előadás lett volna, ami nem lett volna képes arra, hogy bárkit is kizökkentsen abból a kerékvágásból, amiben van. Vagy bárkit is megszólítson, aki éppen bajban van. Tehát így váltam én paráznává, szex nélkül. Kedves hallgatók, ez az igazság. És ez volt nekem megmutatva két másik barátom által, amit két másik barátomnak az álma által, amit ők kaptak rólam. És most már teljesen egyértelműen tudom, hogy az álom, amit ők kaptak rólam, az Istentől volt. Ez nem azt jelenti, hogy mostantól bárki fog valamit rólam álmodni, azt ugye nekem elmondja, csak akkor én hirtelen nem tudom én, mi fog velem történni, sőt, meg sem fogom hallgatni. Mert teljesen biztos, hogy az Úristen úgy szól hozzám, hogy ahogy ő azt jónak látja, hogy elsősorban, és ettől még nem válik igazá az, hogy ő engemet más emberek által akar tanítani. Tehát az a két személy, aki elmondta az álmot nekem, amit rólam álmodtak, ők nem akartak semmit. Ők egyszerűen csak érezték, hogy ezt nekem el kell mondják. Ők ahhoz semmit nem fűztek hozzá, semmilyen kommentárt, semmit.
ők sem értették egyáltalán, viszont egyszerűen csak elmondták azt, hogy ne, ezt kaptuk, ezt mondta, és ezt láttam álmomban. Tehát ebből én tudhattam, hogy nekik nincsen semmilyen szándékuk, rossz szándékuk, nem akarnak sem kioktatni, semmit sem akarnak. Tehát ők azt sem tudják, miről van szó, hogy miért kapták ezt az álmot rólam. Tehát így dolgozik Isten, tehát dicsőséges, tényleg lenyűgöző, ami mennyei atyánk, hogy hogyan tud tanítani, milyen szeliden, milyen kedvesen, milyen tökéletesen tanít bennünket, és figyelmeztet. Tehát, hogy ne legyen az, hogy akkor most én vádolva érzem magamat valaki által, az én embert, az én barátaim által. Tehát nekik fogalmuk sem volt, hogy ők miért kapták ezt az álmot, és miért mondták el nekem. De meg kellett cselekedjék. És Isten szalagta a két álomképet, ugye, azzal, ami történt, amit én elkövettem ma, ugye. Miután felkeltem, és nekifogtam, hogy tehát jött ez az állapot, hogy érezzem át azoknak a fájdalmát, azoknak a szenvedését, akik benne vannak ugye ebben a karácsonyi depresszióban, ugye. Tehát látván az, hogy milyen szép a világ, a karácsonyi fények, ugye, mindenki milyen boldog, és mindenki milyen szépen mosolyog. Tehát Isten nekem megadta, hogy érezzek együtt velük, és úgy beszéljek hozzuk, hogyha netán valaki hallgatja közülük ezt a felvételt, mint aki tényleg együtt érez velük. És én ezt az állapotot, ezt a hangulatot, amit Istentől kaptam, hogy az én szavam ne magamtól jöjjön, ne az én vagányságomból, ne az én rockersrác mi voltomból, ugye? Hanem Istentől jön teljesen tisztán, a lehető legtisztábban, ugye? Én ezt eldobtam, és belementem ugye a kurválkodásba, Isten bocsássa meg ezt a kifejezést, de szeretném nyomatékosítani, hogy mi az, hogy paráznaság, a szellemi paráznaság. Tehát egyrészt ugye felhívtam a barátomat, hogy ketten beszéljük meg ezt a témát, és elkezdtem poénkodni, meg ilyen hülye vicceket mondtam, tehát nem hülye vicceket, hanem na, a viccek voltak azok is, megállják a helyüket bizonyos helyen, ugye, de nem itt. És ezáltal én kijöttem ebből az állapotból, és így a lélek elment tőlem. Maradtak a szavak, a megértések, de lélektelenül, kedves hallgató, lélektelenül. Na, ezt a tanítást kaptam én Istentől, magamról. Egy figyelmeztetést, egy szerető atyai tanácsot kaptam. És ahogy megvan írva a Bibliában is, hogy minden bizonyság, minden tanúbizonyság erősítessék meg kettő vagy három tanú által, ugye? Tehát Isten nekem így adta ezt a megértést. Egyik barátomnak az álma, a másik barátomnak az álma, és maga a megértés, meg a szembesülés, amit ő adott. Ez a három együtt, ugye a három tanú által Isten megmutatta nekem, hogy ha őszintén kívánom azt, hogy az ő igazsága megjelenjen az én szavaimban, és az úgy jelenjen meg, hogy azt ő elképzelte, akkor vágyakozzak arra, amire Jézus is vágyakozott, hogy megüresítsem magamat. Tehát, hogyha mondok valamit, akkor ahhoz én ne tegyem hozzá az én elképzelésemet, az én stílusomat, az én poénjaimat, mint ahogy sokszor megtettem, ugye? Tehát így paráználkodtam. Hanem vágyak arra, hogy teljesen üres legyek, tehát megsemmisüljek, szó szerint megsemmisüljek, ugye? Hogy gyenge legyek, ahogy Pál apostol mondta, hogy amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. És így tudta megérteni azt is, hogy lehetséges az, hogy amikor nagyon kemény kijelentések jönnek általam, amitől még én is meglepődök, tehát lebeg teljesen döbbenve, azok mindig úgy történnek, hogy azelőtt nagyon gyengének érzem magamat, vagy tönkre megyek, vagy elesek, vagy elbukok, és szó szerint megutálom magamat, meggyűlölöm magamat, hogy lehetek én ennyire gyarló, ennyire bűnös, miért követem ezt a hibát még egyszer. És Isten megengedi, hogy elessek, elbukjak, hogy fájjon nekem a saját gyarlóságom, mert ezáltal semmisülök meg, ezáltal válok én semmivé, ezáltal üresítem meg magamat, és ezáltal válok alkalmas edénnyé Isten számára, hogy ő szóljon általam. Mert Istennek nincsen szüksége az én stílusomra, az én segítségemre, az én poénomra.
Ő azt kívánja, hogy az ő igazsága a lehető legtisztábban, legegyértelműbben szóljon, hogy minél több embert meghallja, az is megmeneküljön. És én ezt az ajándékot nem ronthatom meg az én kis poénjaimmal, az én stílusommal, az én vagányságommal, az én világi öltözetemmel jelképesen, ugye, mert az a farmer, meg a nem tudom, az a rasztahaj, az nem a valóság, hanem jelképesen azt mutatta, hogy ilyen világi, sokszor ilyen ugye, világi módon szólok. Ami, van, aminek ugye, valamikor ennek helye van. Mert valamikor egy világi ember pont azáltal ismer magára, hogy én kicsit olyan világi nyelven szóltam, nyersen szóltam. De vannak olyan témák, kedves hallgatók, amiket egyszerűen én azáltal rontottam el, hogy belevettem egy ilyen szokást, egy ilyen stílust, amit én rendszeresen gyakoroltam. Tehát hangsúlyozom, nem arról van szó, ahogy én értem, hogy nincsen helye néha egy nyers beszédnek, nyersebb beszédnek, vagy olyan vagányabb beszólásnak, vagy egy jó viccnek. Tegyük fel egy társaságban, hogyha olyan a téma, ugye, helye van, helye lehet. Viszont vannak olyan témák, mint például az a karácsonyi téma is, amilyen volt, és amilyen, ahol már nem lehet helye semminek, semminek, ami rólam szól, ami erről a testről szól, amiben én élek. Tehát a testnek teljes mértékben félre kell állnia a lélek útjából, ahhoz és annak érdekében, hogy aki hallja azt a felvételt, meg is értse a lényeget, és érezze, hogy nem egy gyarló, nem egy nagyképű ember szól hozzá, nem egy ilyen vagány srác szól hozzá, hanem maga a jóságos Isten, féltőn szerető Isten, hogy megmentse őt, megóvja őt attól, hogy beleessen a feneketlen szakadékba. Kedves agatók, ezt a nagyon fontos tanítást kaptam én a mi atyánk kegyelme által. Krisztusból, Krisztustól, ugye, egész nyugodtan lehet így fogalmazni. És őszintén kívánom, hogy aki ezt hallotta, a javára váljon. Ez a kijelentés. Láthatjátok azt, hogy amikor mi tanításról beszélünk, és arról beszélünk, hogy Isten tanít minket, az nem mindig azt jelenti, hogy hú, milyen kemény kijelentést kaptunk, milyen kemény információt kaptunk a magyar kormányról, vagy az amerikai helyzetről, vagy az ausztrál helyzetről. Nem ezt jelenti, kedves hallgatók. Hanem a tanítás Istentől ezt jelenti, azt jelenti, hogy Isten megmutatja, hogy mi van még bennünk, ami elválaszt minket tőle. És ennél fontosabb tanítás nincs. Persze, mi beszélünk a jelenlegi helyzetről, a Covid helyzetről, ugye, hogy ez tulajdonképpen miből származik, ez nem Istentől van. Ezt is elmondjuk. De a legeslegfontosabb tanítás, kedves hallgatók, az, amit Salamon úgy nevez, hogy meg ne utáld az Úr Isten dorgálását, amikor ő megfedd bennünket, vagy kiigazít, vagy szembesít. Az a legfontosabb, mert én hiába mondtam igazat a Covidról, meg a magyar kormányról, vagy a vakcinákról, vagy bármiről, hogyha az én lelkem teljes mértékben nem tisztult meg, hát akkor én nem értem azzal semmit, így van-e? Én elmondtam azt az igazat, persze az hasznára válhat egy néhány embernek, viszont az én lelkem még mindig ugye tisztátalan. Tehát még mindig van akadály az én lelkemben. Még mindig vannak akadályok az én életemben, amelyek elválasztanak engemet Istentől. Azt mondja Pál apostol, hogy a kijelentések nagysága miatt, hogy el ne bizakodjak, tövis adatot nekem az oldalamba, a sátán angyala, hogy gyötörjön engemet. Hogy nehogy elbizakodjak a kijelentések nagysága miatt. És higgyétek el, kedves hallgatók, hogy ez mindenkire igaz, ez mindenkire érvényes. Isten néha ugye, ha mi nem akarunk gyengék lenni teljes mértékben, gyermekek lenni előtte, akkor ő tesz minket gyengévé néha. A testet ugye megpróbálja, megedzi, nem úgy megedzi, inkább megpróbálja, feltöri a testet, a kemény testet, a testi gondolkodást,
akár egy betegség által, akár egy gyengeség által, hogy ne abban bizakodjunk, hogy legyünk teljesen üresek ő előtte, hogy tudjon minket formálni, és tudjon szólni általunk, mert különben nem lehetünk a világvilágossága. A vagánysággal, a rasztahajjal, a szakadt farmerrel, a drága holmikkal, ugye a mi emberi holmjainkkal, amiket magunkra vettünk, ugye a stílusunkkal, nem lehetünk mi Isten gyermekei. Mi Isten gyermekei úgy lehetünk, hogyha engedjük, hogy elnézést, engedjük, hogy ő minket levetkőztessen, hogy elvegye tőlünk azt, ami világi, ami az elbukott, rothadó világból van. És kívánjuk azt, hogy megmosson, teljes mértékben megfürdessen minket, megmossa a lábainkat is, és adjon nekünk új ruhát, új stílust úgymond. Tehát, hogy elveszi ezeket a drága holmikat, amiket a világban vettünk, ugye, ezeket a szokásokat, ezt a stílust, és ad helyette egy teljesen más stílust, egy tiszta, gyermeki stílust, ugye, ami által ő meg tud nyilvánulni, és tud szólni az elbukott világhoz, hogy minél több ember megmenekülhessen. Egyszerűen nem tudom kifejezni a hálámat, tehát nincs, ahogy kifejezzem. Tehát meg sem tudom köszönni Istennek, hogy és tudom, hogy Isten nem ezért teszi, hogy neki köszöngessük, hogy jaj, milyen jó voltál hozzánk. Tehát nem tudom én meghalálni Istennek azt, hogy így formál, így tanít engemet, és a barátaimat, utitársaimat. De ezt nincs, ahogy megköszönjük. Csak annyit tehetünk, drága barátaim, hogy amit kapunk tőle, úgy, ahogy kaptuk, azt mi elmondjuk. Lehetőleg szeriden, őszintén, szinte őből szólunk, ugye, szinte belőle szólunk, őszintén elmondjuk, amit mi kaptunk. Jézus Krisztus azt mondja, hogy amit tudunk, azt mondjuk, és amit látunk, arról teszünk bizonyságot. Ez a mi dolgunk. Én nem arról kell beszéljek, hogy ki mit gondol, mit tudom én, az amerikai barátaim mit gondolnak, tegyük fel bizonyos dolgokról, a világ végéről, az apokalipszisről, vagy még csak nem is arról kell beszéljek, hogy a hozzám legközelebbi személyek milyen kijelentést kaptak. Persze ez is még belefér, ugye, bizonságkép. Viszont azt mondja Isten, hogy ő ad nekünk bőségesen, halmozott mértékkel ad nekünk. Halmozott kanállal adja nekünk az igazságot, a szavakat. És mi azt osszuk meg, amit mi kapunk személyesen, mert annak ereje van. Hogyha azt mondom, amit én tudok, amit én felismerhettem Isten kegyelme által, és amit én megláthattam személyesen tőle, Krisztustól, na abban erő van, abban már benne van a megváltás. De hogyha folyton azt mondom, amit más kapott, amit más tud, akkor az már ugye gyengébb, erőtlenebb, abban már nincsen benne a megváltásnak az ereje. Ha valaki megérthette ezt a tanítást, netán magára ismert benne, ebben a tanításban, ebben a szembesítésben, nyugodtan mutassa meg ismerőseinek. Meg lehet osztani, hát ha még más is magára ismer. Főképp az olyanokról beszélek, akik már megkapták az elhívást Istentől, akik már tanítva vannak, talán más is szembesülni fog a gyarlóságával, ugye, az én hibámban, ugye, az én tanításom által, amit én kaptam Istentől, és azáltal ki tud küszöbölni egy olyan hibát, amit nekem is nagyon fontos kiküszöbölni. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.